Szevasztok, én Zonda vagyok, és ez a videó egy először furcsának tűnő videó lesz, ugyanis ebben nem fogsz rendi gaminggel minigémezni, vagy túlélőzni, vagy esetleg a tipátokat kijátszani, hanem ez csak egy videó, amiben beszeretnék mutatni szerintem egy klassz dolgot, egy projektemet, amivel már nagyon régóta dolgozok, csak nem gondoltam arra, hogy erről videót is kéne csinálni, de hát miért ne? Legyen valami újdonság is a csatornán, nem? Hát de. Úgyhogy bemutatom az egyik ilyen projektemet, ami a harmadik világháborúhoz kötető, hát csak ez úgy volt, hogy nyári szünetben unatkoztam, és gondoltam, hogy építek egy ilyen dolgot, vagyis hát nem is nyári szünetben, mert már azért elkezdtem ezt építeni, csak és nemrég fejeztem be, és fontosan újítottam rajta dolgokat, hogy egy kicsit modernebb legyen, de hát akkor eljutottunk szerintem arra az állapotra, hogy már nem nagyon tudok rajta mit újítani, de lehet, hogy majd a későbbiekben fogok. Na mindegy, ez itt nem más, mint egy föld alatti város, ugye itt van egy U betű, meg egy C betű, ez mint a föld alatti város angolul, ugye itt is van, hogy Underground City. És itt van néhány adat róla, tehát hogy mikor lett kinyitva, a 2033-ban lett kinyitva, elméletben a harmadik világháborúkor. Bár lehet, hogy eléggé optimista vagyok, mert lehet, hogy az elkövetkezendő 10 évben már ki fog robbanni a harmadik világháború, szóval. Most csak random írtam egy dátumot ide, illetve egy olyan dátumot, hogy mikor lesz a becsült visszatérés. Hát ez alatt mit értek? Azt értem ez alatt, hogy ugye a harmadik világháború lesz, akkor ugye minden szét lesz atombombázva, nem lesz levegő, nem lesz növény, és nem lesz élet se a Földön. Hú, közben esteledik, úgyhogy gyorsan szettelek. Szóval nem lesz élet se a Földön, úgyhogy én ezt tartom egy jó megoldásnak, hogy le kell költözni a Föld alá. Szerintem jó mélyen a Föld alá, ezt kihangsúlyozom, mert szerintem ez egy jó megoldás lenne. És akkor nézzük meg, hogy mit is rejt ez a föld alatti kis város. Itt vannak beállítások, amiket érdemes beállítani, tehát én ezeket már beállítottam, hogy fényerő milyen legyen, meg hogy a particles minimálisan legyen. És itt lehet bejutni a föld alatti városba, ugye láthatjátok, hogy jó mélyen van. Bam. Egy rugalmas anyagon érkezünk, tehát nem kell félni attól, hogy ketté törjük a lábunkat, meg ilyenek. Ha itt belépünk, kapunk egy kis mosást a radioaktív sugárzás ellen, ha esetleg olyanok vagyunk, és be is léphetünk ide a föld alatti kis városba, és kapunk is egy night vision effektet. Ez itt az exit, de ide fog majd rátérni legutoljára. És voilà, itt is van a mi kis városkánk. Hát láthatjátok, hogy itt eléggé steril épületek állnak, de hát tisztasága fontos, meg a túlélés. Itt egy mesterséges eget láthatok, ami szerintem ilyen kis, tehát cuki, hogy ilyen felhői vannak, nap, mesterséges pálmafák, mesterséges strand, illetve mesterséges kis parkos részt, mesterséges fűvel, meg fával. Tehát itt ugye nyilván nem lehetne elméletben lehozni, jó, hát ez csak Minecraft, tudom, de elméletben nem lehetne lehozni semmilyen döményt ide szerintem a föld alá, vagyis nem tudom, hogy milyen lesz 2033-ra a technológia, de szerintem nem élne itt túl egy növény se, 10 évet se talán. Úgyhogy éppen ezért itt minden műanyag, vagyis mesterséges így szakszóval. Ez az első rész, amire rátérnék, ez egy kis parkosított rész a kis városunkhoz, vagyis egy egyutcás lakóhelység végül is. De hát most építettem hozzá egy ilyen parkos részt, hogy ne legyen annyira rossz az embereknek, itt azért tudnak sétálni ezen a kis részen. Egy világítófa van itt, illetve egy kosárpalánk, hogy tudjanak még játszani is. Itt van néhány, igen, egyébként ezek lebegő, vagy nem, hanem láthatatlan armor standek, amiknek van ilyen felcímkézett neve, és itt van néhány utasító tábla, hogy mikor érdemes vacsorázni, illetve reggelizni. Igen, itt még napszakok is vannak, itt van nappal és éjszaka, most jelenleg nappal van, azért ilyen világos. Egyébként meg azért van világos, mert night visionünk van, és így nem tűnik sötétnek, abszolút ezen jól vagyunk. Na jó van. Ezt is ráállítom, mert utálom az esőt a játékban, mint valójában dettó ugyanúgy. Itt egy vasút van itt, áll itt, ami keresztül fut az egész föld alatti városon, hogy felgyorsítsa egy kicsit a közlekedést. Na de térjünk, menjünk is szépen sorba végig a dolgokon. Itt van egy kiárat, ugye innen jöttünk be, a könyvtár. Nem kell nagy durranásra számítani, ez tényleg csak egy könyvtár, ahol le lehet ülni és olvasni lehet. Tehát nem kell sok mindent elvárni, tényleg csak egy könyvtár néhány embernek. Egyébként körülbelül 20 ember, 20 játékos tudna itt élni.
ugyanis van 20 ágy, beleértve a kapit... mi az, polgármester, mi mindig kapitányt akarok mondani, szóval a polgármestert is beleszámítva, 20 ember tudna itt élni, vagy 20-valahány. Szerintem több mint 20 ember, mert ott is van még szálloda. Itt van a toalett, egy nyilvános kis WC, de hát oké, Minecraftban nem lehet WC-zni, de egy embert tényleg, hát ugye neki kéne. Itt van egy kuka, itt van egy szálloda. A szállodához tartozik egy elég nagy étkezőval, elég sok ember el tud férni, hogy tudjanak itt étkezni. Itt van szoba, vagyis nem szoba, hanem szobák. Tehát van... mennyi? 01, 02, 03... tehát de, körülbelül itt 11 szoba van. De ezeket nem is nevezném szobának, hanem mint ami Japánban van, meg Kínában. Ezek inkább kapszul, ez inkább egy kapszula hotel, tehát inkább ilyen kapszula szobák vannak. Egy ágy, és tényleg csak arra szolgál, hogy itt tudjunk eltölteni egy éjszakát, vagyis többet is. Ameddig élünk, ameddig itt élünk ebben a szállodában. Illetve itt van egy kiülő kis kávézó erkély. Itt be lehet látni a strandot, illetve az utcát is, úgyhogy itt minden aztán szuper. És akkor én ezt el is hagynám ezt a helyet, ugye? Ugye ez az átlag embereknek van, illetve vannak az olyan emberek, akik a luxus osztályt kapják, ami itt van hátul. Tudjátok, mit használják ki, ha már van vasútunk, akkor menjünk vasúttal. Ez a vasút eléggé modernizálva van, ugyanis itt vannak átkelő helyek piros és fehér gyapjúval jelezve, hogy vigyáznunk kell, mert elcsaphat a vonat, és éppen ezért nem szabad itt odafigyelés nélkül átkelni. És éppen ezért hoztam létre azt a rendszert, hogy itt egy minecart, és ha éppen keresztül mennek, akkor ezek a sín blokkok itt érzékelik azt, és lezárják az utat előttünk ilyen kék korlátokkal, hogy nem lehet átmenni. Ugyanez van itt is, tehát itt is át lehetnek elni strandra, de ha jön egy vonat, akkor lezárja. Úgyhogy itt tényleg minden szuper duper, hogy úgy mondjam. Na de akkor itt nézzük is meg, hogy milyen egy vonat, hogy ez csak egy átlagos minecart. De jó, egyébként itt túlélő módban fognak játszani az emberek, ha játszanának elméletben, szóval nem tudnának repülni meg ilyenek. És már ide is értünk a strandra, itt vannak ugródeszkák, napernyők, itt láthatjátok. Illetve itt vannak napágyak is, hogy itt lehessen napozni, ugye ez akar lenni itt a nap. És, na, szóval itt van a luxus osztály, egy, hát ilyen pálmafás területen, de most nem is ez a lényeg. Eléggé steril lett, igen, eléggé steril lett, de hát nekem a kvarcblokk a kedvenc blokkom, úgyhogy én abból építettem meg. És hát ugye ez tökéletesen tükrözi a tisztaságot is, mert ugye minden fehér. És ugye a túlélés az elsőbb. A túlélés a fontos itt a föld alatt, ugyanis mégiscsak egy harmadik világháború háborús időszak alatt vagyunk. Itt van egy francia ágyas szoba, itt van egy chest is, meg fénykép is, meg minden. Illetve itt van közös erkély, tehát két szobához tartozik egy erkély, de itt ki lehet nézni, és akkor itt van a szép panoráma nekünk. Van egy másik emelet. Tehát ez itt a luxus osztály, nyilván aki többet fizetett azért, hogy ide lejön, az ezt kapja, aki kövesebbet, az pedig ott a hátsó kapszulákat. De láthatjátok, hogy innen milyen gyönyörű a táj, nagyon szép, mondjak, minden mesterségesen van megcsinálva. Le is megyünk, és akkor térjünk is rá a következő dolgokra, menjünk is vissza Minecarttal. Na végre. Ugye itt van ez a park, ezt már mutattam. Vegyes bolt. Ide magamhoz veszek néhány smaragdot, tegyük fölveszek magamhoz 5-öt. Most tegyük fel 5-öt. Ez egy vegyes bolt. Az étel ingyen van, ugyanis egyébként az bárhol lehet kapni, tehát szórakozóan is lehet kapni ételt, meg ott a strandon is lehetett kapni sült halat, meg dinnyét, ami persze strandhoz illő étel csoport. És ugye ezek közül bármennyit vehetünk, ha megnyomjuk a steak gombot, akkor kapunk steaket, ha ilyet, akkor ilyet, ha ilyet, akkor ilyet, ezt értitek, itt minden működik. De hogyha akarunk egyéb más cuccot venni, például strandlabdát, ami ugye így néz ki, vagy Mario fejet, amit a fejünkre húzhatunk. Te jó, hogy milyen ijesztő vagyok, ezt vegyük le. Illetve van focilabda, kosárlabda, ugye ott volt kint, ott van. A kosárpalánkahoz jó. Illetve van bowling labda, mert van egy szórakozó hely, amihez jó a bowling labda, úgyhogy magamhoz veszek egyet. Óra is van, tehát itt Pokémon labda is van.
És attól függ, hogy hány fejet vettünk, annyit kell fizetni, tehát itt most vettünk 1, 2, 3 fejet, ezért 3 smaragdot kell fizetni. Ilyenkor ki is lehet menni, és a kaput újra bezárul. Amit smaragdot fizettünk, az a polgármesterhez kerül, aki egyébként rendszeresen osztogatja a manit az embereknek, hogy mindig tudjanak vásárolni. Itt van a szórakozó hely, tehát itt is lehet kapni automatákból kajákat. Itt van egy kanapé telefonnal ellátva, és itt is ki lehet nézni itt közben az utcára, és itt van a szórakozó hely, és ez itt a bowling. Itt ugye lehet kapni bowling labdákat, zöldet, de hogyha te akarsz venni egy saját bowling labdát, amire ráadásul kék, és mondjuk tegyük fel a kék a kedvenc színed, nekem mondjuk igen. Bocsánat, csak közben itt félrenyeltem. Tehát akkor, és hogyha szeretnél egy saját bowling labdát, akkor ugye tudsz ott venni a boltban. Bowlingozzunk. Hát, ha belemegy. Hát az úgy tűnik, hogy nem jött össze. Úgyhogy próbáljuk meg még egyszer. Ugye pont itt kéne megállni. Na, na, azaz bement. És ilyenkor itt meg is kapjuk. Itt is van. Tehát végülis ennyi a bowlingozás, csak hogy lehessen szórakozni, és hogy az embereknek, ha már nincsen semmi dolga itt, akkor legalább szórakozni tudjanak, tehát sok mindent tudnak csinálni. Itt elméletben egy tévé lenne, ami működne, csak úgy, hát ugye Minecraft van, és ezért sajnos nem működik a tévé. Itt néhány dekoráció van, itt hangszórók, tehát ennyi. Dekorációként szolgálnak, tökéletesek. Polgármester háza, igen, az egy elég nagy ház, de hát hogyha a polgármester, akkor már nagy ház járjon érte. Itt van egy kis társalgó rész, itt a polgárokkal tud beszélgetni a polgármester. Esetleg amányt is így tudja nekik odaadni, ha leül velük beszélgetni. Ez itt a polgármester szobája, itt van CD, esetleg zenét be tud tenni, ha olyan kedve van. Illetve itt vannak javító anyagok például, tehát hogyha valaki kiütne egy ilyen kvarcblokkot a helyéről, akkor ezt a kapitány vissza tudja tenni a helyére azt a kvarcblokkot ebből a készletből. Vannak minecartok, vannak smaragdok, amit ugye szét tud osztani. Van itt mindenféle javító anyag, ha esetleg valami hiányozna, akkor azt vissza tudja tenni a helyére. Illetve esetleg egy olyan dolgot akar tenni a kapitány, vagyis meg itt kapitány. Szóval, ott tartottam, hogy ha azt akarja a kapitány, hogy ne lássák az emberek, hogy mit csinál, akkor azt így tudja megoldani. És akkor ez végül is olyan, mintha redőny lenne, vagy reluxa. El tudja takarni az ablakot, és akkor senki nem tud benézni, meg ilyenek. Itt van az a rész, igen, itt egyébként van munka is, tehát amellett, hogy valakinek semmi dolga nincsen, dolgozhat, és akkor talán több, hogy mondjam, smaragdot kaphat. Így néz ki egy rendőri ruha, szerintem ez így elég jól néz ki, hogy a szirénázó feje is, illetve fehér ruhában, fekete cipővel. A rendőröknek az a dolga, vagyis a nem békeörök, mert az már eléggé Hunger Games copy lenne, tehát a rendőröknek az a dolga, hogy a rendet fenntartsák, illetve a békét, és ne legyen semmi törés, zúzás, illetve PvP-zés az emberek között, mert a béke a fontos, meg a túlélés, és nem az, hogy még itt a föld alatt is egy biztonságos városban kiírtsuk egymást, tehát értitek? Tehát ez a rendőrök feladata. És itt van fönt a polgármesternek az ilyen irányító központja, ahol az egész kis falvacskát tudja irányítani. Itt ugye le lehet állítani a vihart, hogy esetleg zavarná az a hangőt. Itt lehet a napszakokat állítani, ami szerintem az egyik legérdekesebb funkciója ennek az egész városnak. Tehát most láthatjátok, hogy nappal van, ott is nap van kint, pont nem látszódik, de ott most nap van kint. De ezt én meghúzom, akkor éjszaka lesz, és láthatjátok, hogy ott már nem nap van, hanem egy hold, de mindjárt kimegyek. Szerintem ez az éjszakai hangulat nagyon el lett találva, tehát tényleg sugározza az éjszakai hangulatot, amit szokott lenni. Ez végül csak egy effekt, tehát amikor bejössz ide, akkor kapsz egy effektet, hogy nappart lássál, tehát olyan, mint a nappart látna, mert nem lesz egyáltalán sötét, semmilyen elméletileg sötét zugban, de hogy ezzel, hogyha bekapcsolja az éjszakai módot a kapitány... Megint kapitány mondok. Tehát, hogy bekapcsolja az éjszakai módot a polgármester, akkor viszont elveszi ezt az effektet tőle, és ilyenkor úgy tűnik, mint a éjszaka lenne, közben ez a valódi, fényhelyzet a városnak, ez a valódi képe a városnak, tehát tényleg valóban ilyen, csak amikor effektet kapsz, akkor minden világos lesz, és amint a nappal lenne. Ráadásul itt van a hold.
amiről beszéltem. Tehát, hogy tényleg azt a feelinget adja, mintha éjszaka lenne. Közben tényleg ilyen sötét van. És amikor nappal van, akkor ilyenkor csak egy effektet kapsz. Ugye látszódik is itt a sarokban, hogy van egy ilyen szemikon. És ilyenkor megint világos van. A kapitány az itt van egy ilyen kis monitor neki. Itt vannak automaták, itt tud kávét venni, illetve tud vizet is venni. Jó, a kávét nem tudja meginni, mert csak egy head, de akkor is szerintem rohadt jól néz ki. Illetve mik vannak még itt? Ja igen, tűzijáték, tehát kapcsoljuk le a villanyt, vagy villanyt, mi az? Legyen éjszaka. És akkor itt van egy kis tűzijáték, ha esetleg új év lenne, vagy valami, akkor ezt el lehet sütni, ezt a tűzijátékot szó szerint el lehetne sütni. Itt van egy evakuálás gomb. Ugye erről ezt számítettem, hogy nem lenne növény, nem lenne oxigén a Földön, hogyha a harmadik világháború lenne. De ha esetleg megint lenne lélegezhető levegő a Földön, és megint lenne növényzet, meg esetleg állatok a Földön, ugye, aminek nagyon-nagyon kicsi az esélye, de ha lenne, akkor vissza lehet térni úgy, hogyha meghúzzuk ezt a kart. Csak ezt ugye, ezt az üveg, zöld üveg akadályozza. Itt van egy másik szoba. Itt fújt, rengeteg mindent el kell magyaráznom, mert itt rengeteg minden van. Először is terjünk rá erre. Ez egy minecart, ami összegyűjti a smaragdokat a boltból. Most leküldtem a minecartot, összeszedi a smaragdokat, és vissza fog ide jönni. 3 emerald? Ja igen, 3 emeraldot fizettem, mert 3 olyan fejet vettem, vagyis ilyen strandlabdát, meg ilyen hülyeségeket értitek. Itt tudunk adni magunknak csontot, abból csontlisztet csinálni. Csontlisztet be tudjuk ide tölteni ebbe a minecartba, és fel tudjuk küldeni egy adagolóba. Ez a másik minecart, ez az indító. Ha ezt felküldjük ezt a minecartot, akkor végigmegy egy ilyen rendszeren, aktivál egy rendszert, ami, és ez a végül is ez egy keret. Ugye ez itt tényleg a felszínen van, a föld felszínén van egy mesterséges kert. És hogyha van növény, hogyha már lehet növényt ültetni, meg minden, akkor ez a minecart ez megteszi ezt, ültet növényt, aztán learatja, és ezt a növény mintát ide lehozza nekünk, ugye még biztos nem érkezett meg, és ugye a csontliszt miatt lehet ezt megcsinálni, ezt a növény ültetést. Jó, nyilván ez egy kicsit zavaros, de végülis ennyi a lényeg ennek. Hát úgy tűnik, hogy nem hozott növényt, tehát ez van. Egyébként meg most persze mondjátok azt, hogy jó, hát de ott füves bájon van eleve, úgyhogy miért ne lenne növény. De hogyha a harmadik világháború lenne és nem lenne növény, akkor viszont nem lehetne ültetni se. És egy, opa! Seeds. Na ez is már egy jel arra, hogy van növény fent a földön. És ha van növény fent, ugye egyébként, hogyha itt lennének felesleges dolgok, amiket lehoznak, akkor azt ezzel ki tudjuk üríteni. Van növény mintánk, ezt ilyenkor ebbe be kell tenni. És betettük, és láthatjátok, hogy eltűnt innen ez a zöld blokk, és meg tudjuk húzni a kart, de még ne térjünk rá arra. Úgyis itt még vannak dolgok, például itt. Itt ennek igazából sok értelme nincsen, ezek végülis csak bányászó kocsik, tehát lemennek a kocsik, szereznek egy random blokkot, ami ugye a föld alatt szokott lenni között, meg ilyenek, és azt visszahozzák, illetve a kollektor összeszedik. Tegyük fel, hogy ez most így elmegy oda a föld alá, visszajön, az fölkapcsolódik, és körbe is megy, összeszedi a mintákat. Szénblokkot szereztünk, de megnézhetjük akár az, hogy az a minecart mit szerez. Ez megint elindul. Összeszedi azt, amit szerzett az a minecart. Na, gyémánt, na az már jó. Szerzett egy gyémántot nekünk. Tehát tök minden random anyagokat vesz a talajból, és azt kihozza nekünk. Na de. Ugye ott tartottunk, hogy hozott nekünk növényi mintát, ami azt jelenti, hogy visszatérhetünk a föld felszínére. Ilyenkor ezt meg kell húzni. Ugye most megint éjszaka lesz, közben ez nem éjszaka, hanem ez csak a valódi fényhelyzete a városnak. Azt írta ki, hogy mindenki menjen a kijárathoz, ugyanis vissza lehet menni a földre, és nem kell itt tovább lenni ebben a városban. Ugye itt a kijárat, ez már ugye egyértelmű. És itt ugye, amikor itt voltam, akkor itt ilyen kék üvegajtó volt itt, ez most megszűnt. Ki lehet venni. Esetleg le lehet csekkolni, hogy tényleg vannak-e itt növények, de ugye láthatjuk ezeket a fűszálakat, meg ilyeneket. Ezt megnyomhatjuk nyugodtan.
eltűnik ez az üvegréteg, és visszatértünk ide a földre, és láthatjátok, hogy tele van növényekkel. A növényeket szeretni kell, amíg van. Egyébként meg, ha itt nem lennének növények, akkor vissza lehetne ott menni, anélkül, hogy ezt az üveg valamilyen ajtót itt eltávolítottuk volna a helyéről. És ez azt jelenti, hogy vége van a harmadik világháborúnak, és újra van növény, illetve levegő. Bár nem tudom, hogy ez elméletben mennyi az esély annak, hogy ez megtörténne, de ha megtörténne, az jó lenne. És igazából ennyi az egész, ennyi a feladata ennek a föld alatti városnak, tehát itt mutatom, hogy körülbelül, hát itt én azt írtam fel, hogy 2000, ah, de jó. 2033-tól körülbelül 2150-ig az embereknek ez alatt a föld alatti városban kéne élniük, és hát végül is el vannak látva, tehát szórakozni is tudnak ott lent, dolgozni is tudnak ott lent, ha a rendőrök akarnak lenni, illetve van elég élelem, meg minden, úgyhogy szerintem ez egy elég jó megoldás lenne való életben is, csak hát ugye nincsen végtelen energiaforrás, meg végtelen élelemforrás, de egyébként meg elméletben ez egy nagyon ötlet lenne. És tényleg, ahogy mondtam, ennyi az egész, tehát remélem, hogy tetszett nektek ez a videó is, hogy szerintetek is jó ez a megoldás, ha esetleg beköszöntene az a harmadik világháború. Ez végül is csak egy ilyen elég elvont projekt, amit csak úgy nyári szünet kezdtem el kidolgozni, de ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek még ilyen ehhez hasonló videót, akkor iratkozzatok fel, és akkor sziasztok!